Jól kezdte a mérkőzést a hazai együttes, a miskolciak 15-5 után kezdtek zárkózni, de az első negyedet így is 4 ponttal nyerték a kékcápák. A második 10 percben újabb 1 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda. A nagy szünet után 10 pont fölé kúszott a különbség, de a vendégek nem adták fel, és igyekeztek közelebb kerülni ellenfelükhöz. A nyíregyháziak viszont minden alkalommal újítani tudtak, így végül magabiztosan nyerték meg a küzdelmes mérkőzést, sorozatban 7. győzelmüket aratva. Nagyon örülök a győzelemnek, annak meg pláne örülök, hogy több mint 1 ponttal tudtuk megverni a Miskolcot. Ugye ez egymás közötti győzelem vereség arányban nagyon fontos nekünk, és örülök, hogy a közönség ilyen szép száma jött ki a mérkőzésre, és ilyen jó szurkolás volt, jó hangulat. Miskolcon is nagyon kemény hajtós mérkőzés volt, tudtuk, hogy keményen védekeznek. Nekünk is most jó jött össze a védekezésünk, főleg az utolsó negyedben nagyon jól védekeztünk, és szerintem ennek köszönhetjük a győzelmünket. A vendégek edzője szerint megérdemelt volt a hazai győzelem, mivel csapata az egész mérkőzésen csak futott az eredmény után. A mai napon a Nyíregyháza jobb volt, ezúttal is gratulálok nekik. Sajnos elég rossz ritmusban kezdtük a meccset, és ott a kezdeti különbséget a szélig tudták tartani. Amikor kicsit közelebb jöttünk, akkor rossz döntéseket hoztunk, és nem tudtunk egyenlíteni, illetve átvenni a vezetést. Az egész mérkőzés kivetít a mezőny dobómutatónk az pocsék volt, és így gyakorlatilag a végjátékra már esélyünk sem volt. A nyíregyháziak csapatkapitánya annak örült, hogy szép számú közönség előtt tudtak nyerni egy erős rivális ellen. Elég feszültek voltunk mi is, és a Miskolc is. Nagyon fontos volt nekünk a győzelem, de szerintem nekik is ugyanúgy. Először is szeretnék ezzel a győzelemmel a csapat nevében Siska Jánosnak boldog születésnapot kívánni, illetve szeretném megköszönni Bús Ivánnak, hogy vállalta a játékot, hiszen sérülés szenvedett a délelőtt folyamán, és kérdéses volt a játéka, rengeteget segített, és hogyha ő hiányzott volna a csapatból, akkor úgy hiszem, hogy nagyon nehéz mérkőzés vált volna ránk. Így se volt könnyebb, de én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk a győzelemért, és talán egy kicsit a hazai pálya is az, hogy mi kevesebb hibával játszottunk, meghozta a kellő sikert, és nagyon boldog vagyok, hogy nyertünk. A forduló további eredményei a következők: Békés-Salgótarján 89-73, Budapesti Honvéd Tiszaújváros 78-60, Óbudai Kaszásokeger 64-70, Hódmezővásárhely Nagykőrös 99-52 és Debrecen Mafc 2 114-55. A tabella élén a Debrecen áll 16 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve a 15-5-ös mutatóval rendelkező Miskolcot. A harmadik Hódmezővásárhely és a negyedik Nyíregyháza Blue Sharks eddig 14 győzelem mellett 6-szor szenvedett vereséget. A kék cápák szombaton a Hódmezővásárhelyt fogadják.